Köszöntöm a kedves hallgatókat az Országos Széchenyi Könyvtár Csevej névre keresztelt poszkaszt sorozatának soron következő 21. adását hallják. Ahogy eddig, most is Solymos Jákos hangmérnök segíti a munkánkat. Én Újhelyi Attila vagyok az Országos Széchenyi Könyvtár kommunikációs munkatársa. Mai vendégünk pedig Sárközi Réka, az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútár vezetője. A Nemzeti Könyvtárnak van egy kiemelt feladata, ez pedig nem más, mint a magyar nemzeti identitáshoz kapcsolódó, felbecsülhetetlen és egyedi értékek megőrzése és bemutatása. Az apropója beszélgetésünknek az nem más, mint hogy a Nemzeti Ünnepünkön március 15-én nagyon különleges helyszínen a magyarság emblematikus verseinek teretadó adó vershaza kiállítás keretei között tartott ünnepi sajtótájékoztatót a könyvtár. És a sajtótájékoztató témája a Nemzeti Ünnephez kapcsolódó Nyílt Nap és Családi Nap mellett az is volt, hogy újabb páratlan kultúrkincsek kerültek minden magyar számára hozzáférhetővé az online térben egyrészt szabadon elérhetővé váltak Kölcsei Ferenc prózai művei és hat eddig ismeretlen verstöredéke, valamint Szendrei Júlia Petőfi feleségének levelei és, verseinek kéziratai kerültek ki az OSK kópia elnevezésű tartalomszolgáltatásába továbbá, és itt jön számunkra az aktuális és fontos fejezet, több mint 1019. századi fotográfia látható már a könyvtár fotótér elnevezésű tartalom szolgáltatásában, ami a fotótér.osk.hu weboldalon elérhető. Közöttük az egresi család pontosabban a szabadságharc idejében az egyik legismertebb férfi színész egresi Gábor dagerotípiái. Miért van minden fellelt dagerotípia ilyen nagy becsben? Mielőtt még válaszolnék a kérdésre, én is szeretnék mindenkit nagy szeretettel köszönteni aki meghallgatja ezt az adást, és remélem, hogy megtérül a ráfordított hmm. idő. Az előző bevezetőhöz még azt hűzném hozzá, hogy a kéziratokkal szemben a fényképeknek van egy óriási előnye, hogy nemzetköziek. Tehát ez nem csak a magyar közönséget érinti, hanem a nemzetközi közönségnek is szól. Egy fotószolgáltatást az egész világon tudnak használni, és ez bebizonyosodott. Nem csak 1019. századi fénykép van fenn, hanem annál sokkal több, mert február 5-én volt a történeti fotóalbumok kapcsán egy bemutató, ahol szintén több 119. századi fénykép került ki, és hát ennek a lecsengése már, illetve ennek a következménye már, hogy nagyon sok külföldi megkeresésünk volt. A legkedvesebb az egy japán doktorandusz hallgató, aki a Twitterről, fölkerült egy török Twitterre ez a tartalomszolgáltatás, keres anyagot a szakdolgozatához, és a török Twitteren keresztül jutott el az országos széchenyi könyvtárba a japán hallgató. Tehát, hogy ez egy teljesen nemzetközi dolog, a fénykép, ezek a portrék, amiket most kitettünk, ezek sokkal kevésbé számítanak nemzetközi érdeklődésre, mert ezek magyarokról készült, zömmel magyar műhelyekben készült portréfelvételek. Itt elsősorban a hazai kutatókra, gyűjtőkre számítunk, és hogyha megnézik a fotószolgáltatást, a tartalomszolgáltatást, a képeknek nem csak a a rektója, vagyis az eleje van föltéve, hanem a verzója is, aminek óriási gyűjtői köre és, és szakértői gárdája van. Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas tartalomszolgáltatás elsősorban a magyar gyűjtők számára. A kérdésre válaszolva mindig felmerül a probléma, hogy hol kezdjünk egy ilyen tartalomszolgáltatást. És hát minden történésznek a legalapvetőbb és az első mankó ami eszébe jut, az a kronológia. Úgyhogy mi is elkezdtük ezt a dolgot a legelejétől, vagyis a magyar portréfotózás kezdeteitől, az 1840-es, 50-es évektől. Ezek a dagerotípiák a legkorábbi felvételek, de mellette nem csak dagerotípiái vannak a Széchenyi könyvtárnak, hanem sópapír felvételei, ambrotípiái és más korai eljárásokkal készült különleges fényképek. Az egresi dagerotípiának különleges értéke van. Egyrészt a személye miatt kapcsolódik az 1848-as szabadságharchoz és forradalomhoz. Ő volt az, aki a Nemzeti Színházban elszavalta közkívánatra a Nemzeti Dalt kétszer is azon a bizonyos estén, és hát barátja volt Petőfinek, Jókainak, az egész Máciusi társaságnak, úgyhogy mindenképpen megérdemelte Egresi Gábor, hogy a Nemzeti Ünnepen az ő piáival fémjelezzük mint emblematikus figurával ezt az egész új tartalomszolgáltatást. Hogy miért olyan nagyon fontosak ezek a, a daguerrotípják? Magyarországon nagyon kevés maradt fenn. Tehát szakértők úgy becsülik, Kincses Károlyra hivatkozva mondom ezt, hogy olyan ezer lehet összesen. Ami ma lehet, de ez is egy olyan becslés, hogy nem ismerjük mindegyiket, csak úgy erre lövik be. Ennél viszont lényegesen több készült annak idején, csak hát megsemmisültek, tönkrementek, illetve a korszerűbb eljárások hát ki is szorították, nehezen kezelhető, nem annyira látványos, tehát alig maradt fenn. Ezért a gyűjtők és a múzeumok is darabonként tartják ezeket számon, egy olyan dagerotípia felbukkanása, ami bizonyítottan magyar műhelyből származik vagy magyar személy van rajta, az nagyon nagy értékkel bír. Ilyennel most mi ebben a tartalomszolgáltatásban hárommal tudunk szolgálni, az első kettő, pontosabban négyjel, az első kettő az Egresi Gáborról említett két darab arckép, Véletlenül került elő, Pap Judit restaurátor találta meg a harmadikat, Egresi Gábor két fiáról, Ákosról, Árpádról készült egy kettős portré, ami jelzi a dagerotípia helyzetét is az 1860-as években, mert be volt csúsztatva egy korszerűbb szebb kép alá. És amikor a restaurátor megbontotta a csomagolását az 1860-as években készült portrének, akkor kihullott alól a dagerotípia. Tehát, tehát valóban kiszorította őt egy korszerűbb eljárás. És a negyedik pedig egy vásárlás útján került hozzánk, ott nem tudjuk, hogy ki a hölgy, aki rajta van, viszont Reisner Zsigmond műterméből származik a fotográfia, és ismereteink szerint ez az egyetlen, ami közgyűjteményben felelhető példány tőle, tehát ritkoság értéke van, és nagyon keveset tudunk erről a műhelyről, de egy ilyen felfedezés az mindig nagyon sokat jelent a dagarotípia és a korai fototechnika iránt érdeklődő szakértőknek és tudományos közösségnek is. Hogy kerülhetett Egresi Gábor a dagarotípiákhoz vagy dagarotípia készítéshez, vagy egyáltalán a fénykép felvételhez közel? Azért ez nem volt egy elterjedt, olcsó mulatság. Nem lehet tudni azt, hogy Egresi Gábor hogyan jutott ennek az egésznek a közelébe, vannak hipotézisek, és vannak visszaemlékezések. Fia, Egresi Ákos leírja azt, hogy apukája vett egy ilyen felszerelést, és szeretett magáról fényképeket készíteni, meg a barátokról is ezért ez mindenkinek revelációként hatott, amikor ezt ő publikálta, mert természetesen itt a Petőfi dagerotípia kérdése is szóba kerül, és rögtön hát neki tulajdonították, illetve maga Ákos is azt mondta, hogy a papája készítette a Petőfi dagerotípiát. Ezt nagyon sok szakértő elfogadja, más szakértők viszont, miután fennmaradt ennek az egresi családnak egy nagyon kiterjedt és nagyon részletgazdag levelezése, és ahol, amiben semmilyen ilyen említés nincsen arról, hogy ilyen eszközzel bírt volna, vagy bárkit lefényképezett volna, illetve azon a bizonyos Párizsi úton 1843-44-ben, amikor a gyanítják, hogy vásárolta ezt a felszerelést, hát olyan szegény volt, szegény, mint a templom egere, tehát a cipőjét nem tudta megtalpaltatni, és mindig részletesen megírta a feleségének, hogy evett ő rendesen, és hát a fillérre elszámolta a jövedelméről. Ez nyilvánvalóan egy drága dolog volt akkor egy ilyen eszköz beszerzése, és szalisznyolilla akinek a a forráskiadásaira támaszkodtunk elsősorban kutatásaink során, és közreadta ezt a széles körű levelezést. Semmilyen nyomát nem látta ennek a, a dolognak, és hát ez több, mint gyanús. Volt egy olyan periódus az Egresi családnak, Egresi Gábor 1849-ben halára ítélték távol létében, bújdosásba kényszerült, majd amnestiát kapott, visszajött, de fölmerült az emigráció gondolata. És amikor össze, írták, hogy mi mindent pakoljanak össze otthon, amit elvinnének magukkal, abban sem szerepelt említés szintjén sem egy ilyen gép. És ezért azt mondja Szalisznyó Lilla, hogy ő nem tartja valószínűnek, hogy egy ilyen jelentős dolog ennyire említés nélkül maradt a levelezésben. De persze lehet, tehát nem lehet tudni. Flashbalint mindenféle technikai azonosítókra hivatkozva a méret, a részlemez nagysága, vagy a benne elhelyezett ötvös jel és egyéb technikai jellemzők alapján azt mondja, hogy ugyanolyan ötvös jel és ugyanolyan méret a Petőfi dagerotípia, mint az Egresi dagerotípia, ami valóban nagyon erős bizonyíték arra, hogy kb. egy időben készülhettek azonos műhelyben ugyanattól az alkotótól, vagy hát legalábbis közel egymáshoz, de hát ezen kívül mást ez sajnos nem bizonyít. És lehet, hogy volt itt a lelkes ifjak között egy harmadik aki szeretett fényképezgetni, az is lehet, hogy elmentek, elmentek a kihez együtt, aki írta is, hogy ő több Petőfi készített, de ezek sajnos megsemmisültek, ha jól emlékszem. Szóval bármi lehetett, de valójában nincs jelentősége szerintem ennek az egésznek. Az a fontos, hogy megmaradt. Hogy meg lehet nézni, a szegény Petőfi eléggé elgyengült állapotban van, miután Eser Károly neki esett, is, és, megpróbálta hát, visszanyerni a kicsit sérült képet. Az egresi dagerotípiák sincsenek nagyon-nagyon jó állapotban, de megvannak. És az a lényeg, ami a képeken látszik szerintem, lenyomata egy kornak, és maga az egyik egresi, kett kettő, képről van szó, az egyiken ül széken, és mosolyog, és cigi van a kezében ez egy annyira laza, közvetlen és vidám beállítás, hogy bármelyik mai színművész hallgatóról is készülhetett volna, és nagyon sok szempontból izgalmas ez a dolog. Egyrészt, ahogy Flash Bálint írja, nem egy profi műteremben készült, hanem egy székre támaszkodik, hogy rögzítse magát az expozíciós idő alatt, a kezét a mellényébe dugja, mint Napóleon azon a híres festményen, hogy rögzítse, a másik kezében meg egy egy ilyen laza mozdulattal tart egy cigarettát. És hát itt egy csomó mindenen el lehet gondolkozni. Egyrészt, hogy tényleg ki lehetett az az alkotó, de hát most ezt nem fogjuk megfejteni. Viszont azt is lehet látni rajta, hogy mosolyog, ezeken a képeken nem mosolyognak az emberek egyáltalán. Ennek az az oka, hogy nagyon hosszú volt az expozíciós idő, ráadásul nagyon közel volt ez a festészethez, és azért a a fényképnek a funkciója nagyon sokáig párhuzamosan haladt ebben a pár évben a festészettel, amíg teljesen ki nem szorította azt, és úgy, ahogy egy portréfestészetnek, amikor portréfestőnek, amikor modellt ül valaki, akkor a tekintélyt, a szépséget, a társadalmi státuszt csupa olyan dolgot szeretne az utókorra hagyni, ami hát méltósággal jár és büszkévé tesz. Tehát nem egy ilyen laza oldott, cigizős, mosolygós dolog. Az, ami az embereknek eszébe jutott a fényképezés funkciójáról. Milyen célra készíthette Egresi ezeket a felvételeket magáról? Színészként volt ez számára fontos? Nem tudjuk, hogy magáról készítette a felvételeket mert hogy nem tudjuk, hogy ki készítette, de valószínűleg igen. Tehát játszott vele. Tehát a többi nagyon statikus, komoly és méltóság teljes portré felvételhez képest ő más funkciót talált ennek az új médiumnak, ami a fotográfia, a kísérletező játszó segédeszközt vagy eszközt arra, hogy kipróbálja magát, mint színészt különböző helyzetekben valószínűleg. Ez annál is inkább igaz lehet, mert kitérnék a cigarettára, ami a kezébe van. Mi nem tudjuk, hogy cigaretta e csak erősen hasonlít rá. Úgy tartja, fehér, és nem dohánylevélben van, hanem papírban van csomagolva. Bármi is az erősen hasonlít egy cigarettára. Utána néztem kicsit, hogy volt-e már cigaretta egyáltalán ebben az időben, is volt. Volt cigaretta, 1831-ben már volt Franciaországban, 40-es években elkezdődött a sorozatgyártása. Ő ugye 43-ban, 44-ben Franciaországban járt, meg egy nagy nyugat-európai körutazást tett. Csodálatos ez a Szalisznyó által közreadott levelezés, mert kerestem annak benne nyomát, hogy dohányzott-e. Természetesen sose fogjuk tudni bizonyítani, de szerintem nem dohányzott és ezt arra alapozom, hogy rákerestem ugye a szövegben modern technika, akár a cigaretta, akár a szivarka, akár a dohány, akár a füst szavakra, és csak az jött ki belőle, hogy egyrészt kérte a feleségét, hogy ne engedje Árpádot, a kisebbik fiút, hogy telebüdösítse a büdös bagójával a szobáját, mert nem akar úgy hazamenni, hogy füst szag van. Ez tipikusan egy nem dohányzó ember hozzáállása a cigarettázáshoz, illetve amikor cigaretta egyáltalán nincs említve, szivarka egyszer van említve, szintén kicsit ilyen elítélő hangon ír egy hölgyről, aki szivarkát fogyaszt, tehát aki szivarozik, illetve vásárolt dohány zacskót ajándékba küldte Franciaországból, és meg van mondva, hogy ki a címzett, akinek ezt el kell juttatni. Tehát nem gondolnám hogy dohányzott, de persze ettől még dohányozhatott Brahiból, nem tudom de nem, nincsen benne az, hogy mit vásárolt magának, hogy ilyen közvetlen ráutaló nyom nincsen erre. Úgyhogy ez is azt erősíti meg, hogy ott játszott a, a, kamera előtt, és eljátszotta, hogy ő ottan cigizik, és lazán ül, és mosolyog. Tehát ez, ez, is azt erősíti meg, hogy valóban a, a színészi játékához készített ilyen felvétel, készítetett, vagy készített ilyen felvételeket. Azt el tudjuk mondani a hallgatóknak, hogy hogyan készültek ezek a felvételek, ezek a dagarotépiák egy műteremben, hogyan zajlódhatott ez? Említetted, hogy a fényképek komolysága az olyan párhuzamosan haladta a portréfestészettel, hasonló metódusban zajlódhatott, mint amikor az ember portrét ült egy festőnek? Igen, igen, ez nagyon, hát az alkalom mindenképpen ilyen hát ünnepélyes volt, de készítettünk egy kiállítást, ami megtekinthető a fényképtár kutatótermében a portréfotózás kezdeteiről, és vannak korabeli újságcikkek, amelyek leírják a például Nagy Ingrákzek a Daggerotíp című írása, ami kicsit olyan gúnyosan írja le, hogy most már aztán tényleg minden szakácsné és, és, és posta tiszt elmehet, és megörökítheti magát, és lebecsülje egy kicsit ezt az új technikát. Tehát valahogy azért az attitűd ezt ilyen tömegterméknek tartotta már akkor, 1848-os a cikk, ha jól emlékszem, és hát nagyon sokan mentek, készítették, de ugyanazokkal a pózokkal és ugyanazokkal a berögzült testtartásokkal, ahogy ezt elképzelték, hogy méltóság teljesen kell viselkedni egy ilyen felvételen. Nagyon elterjedt volt és divatos volt a, a fényképeszkedés 1848-ban Pesten ezekből az írásokból következően. És megemlítenék egy másik eljárást most itt. A dagerotípia, az egy fémlemezre készül direkt pozitív eljárás, vagyis meg kell tükrözni, hogyha az igazi nézetet akarjuk látni. De volt már egykor egy másik eljárás is, a sópapír. Ezt Talbot fejlesztette ki, ennek több változata van, és ez egy papírra készülő negatív-pozitív eljárás, ami hát egy ilyen monokron képet ad, nagyon szépek egyébként, ki is állítottuk. Van egy gyönyörű felvételünk 1850-ből, Beszterce bánya főteréről, egy sópapír felvétel. Tehát ez egy elterjedt dolog volt, de éppen azért, hogy hasonlítson a fényképhez, átfestették, átszínezték. És vannak olyan sópapír felvételek, amiről nem lehet megmondani laikus szemmel, hogy ez most festmény vagy fotográfia annyira azonos a kettő. Ilyenekből is van nekünk a Széchenyi Könyvtárban, megtalálhatóak ezek a tartalomszolgáltatásban is, ki is állítottuk őket, hogy lehessen látni, hogy egy ilyen natúr sópapír felvételből kiszínezve, kipingálva milyen festményt lehet, portréfestményt lehet csinálni és a birtokunkban levő portréfelvételeknél megfigyelhető, hogy ugyanabban a pózban ülnek, egy nagy másony karosszékben tekintélyesen ülnek és néznek a fotográfus felé, és három ilyen e, sópapírfelvételünk van, és van a negyedik, dagerotípiánk, ami az ismeretlen hölgyet ábrázolja, az is egy ugyanilyen karos székben ül, és ugyan a, ugyanúgy tekint előre, mint a sópapír felvételeken. Tehát a beállítás, azt úgy látom, hogy az azonos volt, a kompozíció, és a technika az lehetett dagerotípia is, vagy sópapír is. Említettél meg egy harmadik technikát is. Ambrotípia, ez nálunk talán nem volt annyira elterjedt, vagy hát nekünk van ebből kevesebb. Ez Amerikában nagyon sok fennmaradt ezek közül, mint hogy a dagerotípiából is Amerikában rengeteg van, azt ott tömegesen állították elő, és maradt meg. Ez egy másik eljárás, kicsit egyszerűbb vagy olcsóbb volt, mint a dagerotípia készítés. Egy negatív készül, alá kell tennie a kép alá egy, egy sötét papírt, és akkor pozitívként jelenik meg. Ez üvegre készül ez a felvétel adnak-e át a fotótárnak civilek, magánemberek gyűjteményeket, akár így a közjavára? Természetesen. Szoktunk kapni fel ajánlásokat és adományokat. Mik vannak ezeken a képeken? Uh, az elemű tártól, uh, vettük át Sebestyén János orgonaművésznek művésznek a hagyatékát, aki egy szenvedélyes gyűjtő volt, minden gyűjtött, mindent. Természetesen az eleműtárnak, Nyilvánvalóan a hanglemez, meg a meg zenei témái gyűjteményei a legfontosabbak, de korai fotográfiai, nem korai, 19. századi fotográfiái is vannak. Nagyon szép albumok a századfordulóideréről, tehát például ebből a hagyatékból rendekleg, még feldolgozás alatt álló felvételünk van. De besétált egyszer egy úr, és még mielőtt kettőt pislogtunk volna, adott egy nagyon-nagyon szép kromotípiát, hogy nem tudja, hogy mi ez, az egy olyan színezett kép, ami ilyen 3D-s hatású, két rétege van a képnek, valahogy össze van illesztve a kettő, és ettől van egy ilyen mélysége, szóval nem tudta, hogy mi ez, behozta, kisétált, sose láttuk többet, és, és nagyon örültünk neki, hogy ez, ez ez a birtokunkba került. Tehát ilyen is előfordul. Valaki tudatosan adományoz belők, természetesen egy, egy ajándékozási szerződést kötünk a könyvtár számára, és van a guberálás, tehát erről se feledkezzünk meg, még mindig dobálnak értékes felvételeket a lomtalanításokon. A Füri Katalin kolléganőm üvegnegatívokat talált kihajítva valamilyen lomtalanítás során. Tehát bármi elképzelhető, bármi, tényleg. A Nemzetűnek ez kapcsolódó sajtótájékoztatóra meghívtunk Egresi leszármazottakat. Mennyire jellemző az, hogy híres magyarok? leszármazottai megkeresik az Országos Széchenyi Könyvtárat akár ilyen adományozásokkal kapcsolatban? volt -e erre példa? Nálunk nem, viszont arra volt példa, hogy valamelyik kutatók éjszakáján Pap Viktor kollégánk tartott egy előadást egy fotóalbumról, és az abban szereplő alanyokról. Ezt olvasta az OSK honlapján egy leszármazott, eljött az előadásra, és bemutatkozott, hogy az előadás tárgya ként szereplő úr, az az ő szép a felmenője, és ő egyenesági leszármazottja az illetőnek. Tehát ilyenre volt példa. Mint ahogy a Egresi Rita, aki az Egresi család leszármazottja, szintén a bemutató kapcsán értesült arról, hogy itt most a nagy közönség előttben fogjuk mutatni ezeket a dagerotípiákat, és, és ezért jelentkezett ő maga személyesen, és hát fogadtuk nagy lelkesedéssel és szeretettel, mert ez egy nagyon jó dolog szerintem. Beszéljünk egy kicsit a most futó kiállításról. Itt nem csak az egresi dagerotípiákat lehet látni, meg nem csak azt az hihetetlenül érdekes felvételt, amit eddig nem publikáltunk sehol, ugye az Egresi Gábor két fiáról Készített dagerotépiát, hanem ezen kívül letölthetővé vált több ezer vizitkártya, kabinettfotó és sok más érdekesség. Mit láthat az, aki eljön a most futó kiállításra, és ez a kiállítás meddig van nyitva? A kiállítás jelenleg a portréfotózás kezdeteiről szól, és amellett, hogy kiállítottunk egy ilyen technikatörténeti áttekintést, életrajzokat azokról a fotográfusokról, akiknek a felvételei a Széchenyi könyvtár birtokában vannak. Az egressi család és a fényképezés kapcsolatáról van egy a belső térben nagyon sok levél, részlet, fényképmásolat. Ezek állandó jelegel vannak. Ezek a dagerotipiák és korai felvételek nagyon sérülékenyek, vannak állományvédelmi szempontok. Ezért az a döntés született, hogy magukat az eredeti fotográfiákat, azokat a Széchenyi Könyvtár nyílt napjain állítjuk ki eredetiben vitrinekben. Akkor az egész így komplexen megtekinthető. És nincsenek kint folyamatosan ezek az eredeti dokumentumok, hanem csak akkor, amikor hát egy ilyen nyílt napon nagyon sok látogató tudja megnézni egyszerre. De hogyha bejelentkezik egy nagy csoport, egy iskola. Tehát van egy, egy ilyen kézzelfogható érdeklődés egy napra, akkor viszont semmi akadálya nincsen annak, hogy elővegyük és kiállítsuk ezeket, de akkor is egy ilyen egynapos kiállítási időtartam jön szóba. Ez a kiállítás egy bevezetője a következő fázisnak, amit a múzeumok éjszakájára tervezünk. A 40-es, 50-es évektől, ugye említettem, hogy a kronológia az a vezérfonál, amire ezt az egészet felfűztük, el fogunk jutni a 60-as évekig. Van két nagyszabású album a Széchenyi Könyvtár birtokában, ezek Sekker Ignác felvételei a Magyarországgyűlésről, egy országgyűlési album, és a Magyar Tudományos Akadémiáról, annak tagjairól egy album, sokszáz felvétel, azokról a nagyokról, akik a kiegyezéskori Magyarországon a meghatározó figurák voltak a kulturális, tudományos és politikai életben. És ezzel a két albummal fogjuk kiegészíteni ezt a kiállítást júniusba. Természetesen az eredeti albumokat is meg lehet majd látni. És akkor ez a kiegészített, teljesé vált kiállítás lesz megtekinthető hát egészen év végéig vagy a következő év elejéig folyamatosan bejelentkezett középiskolás, kutatói, vagy egyetemi, vagy bármilyen csoportok számára. Az OSK fotótér tartalom szolgáltatásában milyen érdekességek vannak még, amit, amit online el lehet érni? A fotótér az 2020. júniusában indult. A Trianon évforduló kapcsán tettük ki az első adagot. Ez 7000 első világháborús felvétel. Ugye az első világháború 100 éves évfordulóján lettünk akkor éppen túl, és ez egy nagyon izgalmas és nagyon hát széles körű gyűjtemény az első világháború fotóanyagáról. Ezek köteles példányként érkeztek akkor a könyvtárba, ami hát ugye akkor a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének számított, és most mindegyiket digitalizáltuk, és leírtuk, amennyire tudtuk. A másik nagyon izgalmas anyag egy kompakt erdélyi gyűjtemény, Szabó Dénes, illetve a Kolozsvári filmfotó stúdió fényképanyaga. Ez kb. 3000 fénykép a két világháború közötti Erdélyről. Gyönyörű szép népviseletek, a polgárság esküvői és, és családi rendezvényei, tájak, építészeti emlékek. Tehát egy nagyon-nagyon szép erdélyi gyűjtemény. Ezt követte a történeti fotóalbumok fejezete, ami Révai Ferenc báró utazásait tartalmazza, a mediterrán térségben, ebben van a híres Konstantinápoly album, amit bemutattunk most a török-magyar kulturális évad alkalmából, illetve, illetve számos értékes, izgalmas, és az egyiptológusoknak és a keletkutatóknak forrásértékű album közzététele, ezt követték most a portrék, és természetesen, amikor bemutatjuk a kiállításon a két 60-as években készült nagy albumot, akkor ezzel a fotótérszolgáltatást is bővíteni fogjuk, és online is elérhetőek lesznek. A fotótérben a portrégyűjtemény már eljutott a gyűjtői körhöz, és óriási örömünkre kaptunk felajánlásokat, abban, hogy azonosítják azokat a figurákat, akiket mi még nem ismertünk fel, mert hát a gyűjtők, akik erre specializálódtak, és akiknek számos olyan ismerete, háttértudása van ezekről az emberekről, amikkel mi még nem rendelkezünk, segítenek nekünk azonosítani ezeket a figurákat, amiért mi borzasztóan hálásak vagyunk és köszönjük nekik, és mindenki mást is szeretnénk arra biztatni, hogyha azonosítani tud ezeken a képeken olyan helyszínt szereplőt, akit ő ismer, vagy akinek fel, akiről felvétele van, akkor ezt tegye meg bátran, és nagyon nagy lelkesedéssel várjuk ezeket a felajánlásokat a fényképtár kukacosk.hu e-mail címre. Mindenkit búzdítunk arra, hogy látogassa meg az OSK fotótér tartalomszolgáltatását. Egy nagyon érdekes hihetetlen izgalmas témát érintettünk. Ez volt az Országos Szécsényi Könyvtár Csevej nevű podcastjának aktuális adása, aki kérdezett Újhely Attila az OSK kommunikációs munkatársa, és aki válaszolt Sárközi Réka az OSK történeti és fénykép és interjútárjának vezetője, akinek köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Solymosi Jákos Hagmérnök segítette munkánkat. Köszönöm, hogy meghallgattak minket, remélem, hogy hamarosan újra találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet én is.